Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV reggeli híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Magyarországon is be lehet oltani az 5 évnél idősebb gyerekeket, az egyetemeken pedig egyre gyakoribb a digitális oktatás. Míg Orbán Viktor jelentős Fidesz előről beszél, más közvélemény kutatók ellenzéki előnyt mérnek. Áthajtott a rendőr lábán, majd elmenekült egy férfi, kiderült, hogy ivott és drogozott is. Engedélyezték az Európai Unióban az 5 és 11 év közötti gyerekek oltását, ám azt még nem tudni, hogy itthon mikor kezdik el ezt a korosztályt beoltani. Csütörtökre 12.165 új fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 185 beteg. Falus Ferenc korábbi tisztifőorvos szerint a hivatalos adatoknál sokkal több fertőzött van. Mint mondta, a környezetünkben minden tizedik ember fertőzött. Ausztriában hetek óta a Pfizer vakcina elharmadolt dózisával oltják az 5 és 11 év közötti korosztályt. Vannak gyerekorvosi praxisok, akik nem hivatalosan beoltani kezdtek. Amit én a gyerekeim osztályában látok, hogy időnként előjön egy-egy gyerek, hogy ő már be van oltva. Csütörtöktől viszont már hivatalosan az egész Unióban engedélyezik az 5 évnél idősebbek oltását. A koronavírus.gov.hu oldalon azt írják, Magyarország készen áll a korosztály oltására. Magyarországon a beoltottak száma 6.072.000. Az oltási akció hét első három napján 388.000 vakcinát adtak be, ebből 48.000-en az első oltásukat kapták. Ez a kicsit kényelmesebb forma, ez jobban tetszik az embereknek, tehát az előzetes regisztráció és a helyfoglalásnak a szükségtelensége, ez talán egy motiváló tényező lehet, hogy felkeressék az oltópontokat. Azt, hogy regisztráció nélkül lehessen felvenni az oltást, a Magyar Tudományos Akadémia már augusztusban kezdeményezte. Falus Ferenc pedig már tavaly karácsonykor is azt mondta, a regisztráció oltás ellenes. Az emberek utálnak regisztrálni, és szeretnek, amikor menni oltani, amikor akarnak. A kormányzat már régen csinálhatott volna oltónapok éjszakáját és egyéb olyan programokat, amivel megkönnyítették volna azt, hogy az oltást fölvegyék. A korábbi országos tisztifőorvos hozzátette, szerinte a hivatalos adatoknál sokkal több fertőzött van, pillanatnyilag minden tizedik ember a környezetünkben fertőzött. Jelenleg 6.858 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 680-an vannak lélegeztetőgépen. Kásler Miklós az Inforádió Arena című műsorának szerdán azt mondta, a kórházak telítettségét még korrektnek ítélik. Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy a covidos betegek ellátására előkészített ágyaknak körülbelül 48%-a üres, tehát ennyi a rezerv, ennyi a tartalékkapacitás, és az intenzív osztályra is ugyanez vonatkozik. Megjelent egy tanulmány a Magyarországon használt vakcinák hatékonyságáról, írja a Telex. A cikket egy rangos nemzetközi szaklap publikálta még nyári adatok alapján. Szerzői között van Müller Cecília és Kásler Miklós is. A táblázatból az olvasható ki, hogy a megfertőződéstől leghatékonyabban a Moderna véd 88,7%-ban, legkevésbé a Sinopharm 68,7%-ban. A halálozás ellen legjobbnak a Sputnik bizonyult 97,5%-kal, míg a Sinopharmnál ugyanez az adat 87,8%. Igaz, figyelembe kell venni, hogy a legidősebbek alig kaptak a keleti vakcinákból. Hat afrikai országból felfüggeszti a repülőjáratokat a brit kormány a koronavírus egy új variánsának vizsgálati idejére. Az intézkedés Dél-Afrikát, Namíbiát, Lesotót, Botswanát, Eszvatinit, az egykori Svázi földet és Zimbabvét is érinti. A B11529 jelű koronavírus variánst először Dél-Afrikában mutatták ki, de megtalálták Hongkongban is. Egyelőre annyit lehet tudni róla, hogy gyorsabban terjed a korábbi változatoknál, és elképzelhető, hogy ellenáll a meglévő védőoltásoknak. A tudósok most azt vizsgálják, hogy hány embert fertőzhetett már meg ez az új változat, és hatékonyak-e vele szemben a már kifejlesztett vakcinák. Akár le is állhat a budapesti tömegközlekedés, ezt Karácsony Gergely jelentette be a Karmelita Kolostor előtt tartott tegnapi sajtótájékoztatóján. A főpolgármester azután vetette fel a közösségi közlekedés korlátozásának lehetőségét, hogy a kormány még mindig nem fizette ki a BKV-nak járó éves támogatást.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium viszont azt mondja, ők a főpolgármester aláírására várnak. Egy napot kívánok, szeretnénk kézbesíteni ezt a csekket. 12 milliárdos BKK-s büntetés. Ekkora pótdíjat kértek volna számon ellenzéki képviselők a kormányon. Azért, mert az állam továbbra sem utalt el a fővárosnak a BKV éves működéséhez járó 12 milliárd forintot. A Karmelita Kolostornál tartott akció azonban sikertelennek bizonyult. A kormány továbbra sem rendezte a tartozását. A valóság az, hogy még csak a támogatási szerződés tervezetét sem küldte el a magyar kormány Budapest vezetése számára. A kormány és a főváros legújabb összetűzése az úgynevezett normatív támogatásról szól. Ez a 12 milliárd forint lényegében a kormány éves hozzájárulása a budapesti tömegközlekedéshez. Ezt az összeget a főváros mostani vezetése szerint korábban az ősz elejéig elutalta a kormány, most viszont nem, így november 25-től már hitelből finanszírozzák a BKK-t. Könnyen lehet, hogy a BKK ezért nem tudja ezt az évet adósság nélkül rendezni, ami azt jelenti, hogy az államháztartási törvény megsértésére fog kényszerülni a vállalat, hiszen elvileg a törvény szerint az év végére ki kell egyenlíteni az adósságait. Sajnos ez úgy tűnik, hogy bekövetkezhet. A támogatás kifizetéséért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium szerdán azt közölte, a kifizetés feltétele, hogy a fővárosi önkormányzat írja alá az agglomerációs tömegközlekedés finanszírozásáról szóló szerződést. Karácsony Gergely mai sajtótájékoztatóján azt mondta, nincs mit aláírnia, ugyanis ilyen szerződés még nem érkezett hozzá. A minisztérium híradónknak erre válaszul azt írta, hogy már január óta folynak a tárgyalások, és idézem, a főpolgármesteri hivatal és a BKK az ősz elején még saját szövegváltozatokat is készített a dokumentumokból. A legutóbbi, november elejé online tárgyalási fordulón az önkormányzat és a közlekedési társaság részéről is 5-5 vezető és munkatárs vett részt. Ha mindezek ellenére sem sikerült felkutatni a tervezeteket, javasoljuk a kormányzati honlap felkeresését. A főváros inkább szeretne politikai vitát a kormánnyal, semmit megegyezni. A kormány és a főváros harcát a jövőben a tömegközlekedési eszközökön is hallhatjuk. A főpolgármester bejelentése szerint a járatok hangos bemondóin fel fogják hívni az utasok figyelmét arra, hogy a kormány blitzel. Sajnos azt se tartom kizártnak, hogy a közösségi közlekedés korlátozására lesz szükség a pénzügyi problémák miatt. Kerestük a budapesti Fideszt annak kapcsán, hogy miért nem szavazták meg a fővárosi közgyűlés kormánynak szánt üzenetét. Azt válaszolták, idézem, Karácsony Gergely ismét saját politikai ambícióit helyezi előtérbe a budapestiek érdekeivel szemben. A kormánnyal való együttműködés helyett mindig vitákat generál. Donát Annával ellentétben nem tartja kidobott időnek az ellenzéki előválasztás utáni 30 napot, erről beszélt Márki-Zay Péter, az Egyesült Ellenzék közös miniszterelnök erőtje tegnap esti Egyenes Beszéd című műsorunkban. Márki-Zay azt is kiemelte, hogy már a közös szakértői kabinetek dolgoznak a közös kampányprogramon és az arculaton is. Már eljutottunk oda, tehát ez a 30 nap, ez abszolút nem kidobott idő, hogy van egy közös kampány stáb, van egy kampány stratégián dolgozó csapat, készülnek, illetve véglegesítik már közös kampánycsapatok, tehát, közös szakértői kabinetek az ellenzéki választási programot. A kormánytól kér segítséget a dráguló energiaárak miatt Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András azt kéri, hogy a kormány tegye lehetővé az önkormányzatok tulajdonában álló közüzemi szolgáltatók számára, hogy rögzített áron kaphassanak áramot és gázt, mivel a rezsicsökkentés miatt ők is rögzített áron adhatják az energiát a lakosságnak. Ferencváros polgármestere szerint, amennyiben a kormány nem avatkozik közbe, az önkormányzatok egymás után mehetnek csődbe. Az önkormányzatok tulajdonában lévő távhő, vízmű és más közüzemi szolgáltatók kénytelenek a piaci árat fizetni az energiáért, miközben a rezsicsökkentés miatt a lakosságnak kötött áron adhatják tovább, ami veszteséget okoz számukra. A tulajdonos önkormányzatok viszont alig ha tudják kigazdálkodni a hiányzó összeget. Cserpalkovics András azt kéri a kormánytól, hogy tegye lehetővé a közüzemi szolgáltatók számára, hogy rögzített áron, azaz az egyetemes szolgáltatás keretében kapjanak áramot és gázt.
A levelet elküldtük, és várom a választ erre a kezdeményezésre. Cserpalkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere szerint az emelkedő piaci árak miatt az önkormányzatok jövőre nehéz helyzetbe kerülhetnek. Rendkívül megdráguló energiaárak, villamosenergiaára, gázra egyaránt gondolok, azok bizony a 2022-es év vonatkozásában nagyon nehéz helyzetbe hozhatják a közszolgáltatókat. Különösen, hogyha mondjuk lejártak a szerződések, és új beszerzési eljárások vannak folyamatban, akkor látjuk az áremelkedésnek a drasztikus megjelenését. A polgármester arról is beszélt, hogy információi szerint a kormány már foglalkozik a kérdéssel. Én úgy tudom, hogy ezzel a témával foglalkozik már egyébként a kormány. Az energiahivatal kért is be a közszolgáltató cégektől egyébként már az elmúlt heteket tekintve is adatokat, információkat, úgyhogy én bízom benne, hogy néhány nap múlva, mondjuk a jövő hét folyamán talán van valamilyen válasz, vagy a kezdeményezés, vagy mondom, akár más megoldás tekintetében is előrelépést tudunk eszközölni. Óbuda Békásmegyer polgármestere híradónknak arról beszélt, hogy a kormány elvonásai miatt Óbuda 11,5 milliárd forinttól esett el, és ez fokozza a közüzemi szolgáltatók vesztesége. Vannak óvodái, vannak bölcsödéi, vannak közintézményei, és van maga a hivatal is, amelynek jelen pillanatban kb. 600 millió forintot fizetünk évenként. A hivatal nélkül, tehát ez csak a legszűkebb összeg rezsi céljából, és hát láttuk azt a tárgyalásokon is, hogy az infláció felpörgésével rendkívül erősen megnövekedett a rezsi ára az önkormányzati szektor számára. Ferencváros polgármestere azt mondta, jelenleg négyszer többe kerül az áram, mint tavaly. Nagyon sok önkormányzatnak jelent ez, vagy jelenthet ez tényleg jelentős gondot, közöttük egyébként a fővárosi önkormányzatnak is, és erre csak egyetlen megoldás van, ami a kormány kezében van jelen pillanatban. Az ügyben kérdéseinkkel megkerestük a kormányt, de adásunk kezdetéig nem kaptunk választ a kérdéseinkre. Nagy az eltérés a közvélemény kutatók mérései között. A Nézőpont intézet szerint a Fidesz-KDNP, míg a Publikus intézet szerint az Egyesült Ellenzék vezet a biztos párt választók körében. Egy felmérésre hivatkozva a miniszterelnök egy rendezvényen azt mondta, hogy a kormányoldal a 2022-es országgyűlési választás esélyese, de hozzátette, az ilyen korai fölényes vezetésnek veszélyei is vannak. Győzzünk! Így ünnepelte Orbán Viktor a Fidesz-KDNP újabb kétharmados győzelmét 2018-ban. Az alkotmányozó többség ugyan kérdéses a következő ciklusban, de a miniszterelnök szerint 2022-ben is a jelenlegi kormányoldalnak áll a zászló. Esélyesként nyerni az mindig könnyebb, mint esélytelenül. Elemzés, tervezés és munka. A kormányfő szerint ez a kulcs az újabb sikerhez. Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy a baloldali listával szembeni nagy arányú vezetés veszélyes dolog. A futballban is szokták mondani, hogy ha egy núra vezetsz túl korán a meccs elején, az nem jó. Számosokból föltüzeli az ellenfelet, téged is elbizakodottá tesz, megfordul a hadiszerencse, és így tovább. A kormányfő a Nézőpont számaira gondolt, ami legutóbb vaskos fölényt mért a kormánypártoknak. Az intézet vezetője azonban azt mondta híradónknak, a választási eredmény a kampány dinamikájától függ. Függ attól, hogy a fideszes választók érzik-e a tétjét a választásnak, és aktívak lesznek-e, elmennek, leadják-e a voksukat, illetve ugyanígy az ellenzéki választók, ha esetleg az a helyzet alakulna ki, hogy Márki-Zay Pétert nem tartják mégse kedvelt miniszterelnöküknek, annak lehet egy demobilizációs hatása is. Legfrissebb kutatásában a Publikus intézet 4-5 százalékpontos előnyt mér. Igaz, ők az ellenzék részére. Pulai András szerint az előválasztás érdemi változás hozott az erőviszonyokban. Az igazi változás az akkor volt, amikor az ellenzék elkezdte az összefogást és az előválasztási kampányt. Tehát nem az előválasztás kimenete és nem az előválasztás eredménye hozott új szavazókat az ellenzéki oldal számára, hanem maga az előválasztás léte és az, hogy azzal is mutatták, hogy milyen szorosan összefogtak. A Publikushoz hasonlóan az Závetsz Research is az ellenzéki listát méri első helyre, egészen pontosan 4%-ponttal. Ez egy nagy kiki meccs, ez a dolog lényege. Tehát mindkét erő nyerhet a mostani számok alapján. Van esélye az ellenzéknek is, és ahogy Orbán Viktor mondta, van esélyük, én így fordítom inkább le a mondatát, hogy van esélyük nekik is. Többször is pontatlanok voltak a közvéleménykutatók, és részben ezért a hitelességük is veszélybe került. Erről már a politikai elemző beszélt híradónknak.
Nagy Attila Tibor úgy véli, hogy nem lesz újabb kétharmad. Pártpolitikai koncentrálódást figyelhetünk meg Magyarország politikájában, és épp ezért valószínűtlen, hogy a Fidesznek megint kétharmada lesz, hogy aztán melyik tudja a kormányzási többséget megszerezni, na erről nyilván nem tudok előre nyilatkozni. A 2022-es országgyűlési választásig már kevesebb, mint fél év van hátra. Elmarad a Cseh Petr Fiala, a Polgári Demokratikus Párt elnökének kinevezése kormányfővé, mivel újra a kórházba kellett vinni Milos Zeman államfőt, akinek emiatt lemondták valamennyi munkaprogramját. A cseh elnök Covid-tesztje ugyanis pozitív lett. Zeman csütörtökön délelőtt saját kérésére hagyta el a kórházat, ahol október 10-től kezelték. Betegségének diagnózisát hivatalosan nem közölték, de lapinformációk szerint cukorbeteg, és az egyik kezelőorvos azt is elmondta, hogy más zsugorodása van. Nincs szabadságunk Irakban, ilyen és ehhez hasonló táblákkal tüntetnek a lengyel-fehér-orosz határon ragadt illegális bevándorlók. Többségük azt mondja, hogy bármelyik európai országba szívesen menne, de semmiképpen nem térjenek vissza Irakba a szörnyű életkörülmények miatt. A lengyel határőrség közé tett olyan felvételeket, amin látható, hogy fehér-orosz határőrök lézerekkel és lámpákkal igyekeztek elvakítani őket, amikor csaknem 200 illegális bevándorló megpróbált áttörni a határkerítésen. 46 bányász és 6 bányamentő életét vesztette, miután robbanás történt és tűzütött ki a nyugat-szibériai Kemerovo megye Bielov városának közelében egy szénbányában. 49 bányász kórházba került, négyük állapota súlyos. Szakértők szerint a tragédiát szikra által okozott metánrobbanás okozta. A baleset ügyében büntető eljárás indult a munkavédelmi követelmények megsértése miatt. Áthajtott egy rendőr lábán a terepjárójával egy drogosan és ittasan menekülő sofőr Mecseknádasnál. A járőrök igazoltatni akarták, a férfi azonban megpróbált kereket oldani. Felkavaró felvételek következnek. Itt a hatos út mellett állították meg a járőrök az autóst, még mielőtt az egyenruhások kiszálltak volna a rendőrautóból, a sofőr váratlanul gázt adott, majd egy földes útra hajtott. Miután a férfi meglépett a rendőrök elől, ide a Mecseknádasdi erdős dombos vidékre jött föl terepjárójával, azt gondolta, hogy itt a sáros földes utakon majd el tud iszkolni a járőrök elől. A képeken jól látszik, ahogy a rendőrök próbálják utolérni az autóst, aki kénytelen volt hirtelen fékezni, amikor elévágott a járőrautó. Ekkor az egyik rendőr odalépett a jármű vezető oldali ajtajához, és megpróbálta azt kinyitni. A férfi akkor elindult a járművel, és elsodorta a járőrt, akinek utána áthajtott a lábán. A terepjáró 29 éves vezetője ezt követően sem állt meg, néhány órával később otthonában hidason fogták el. Az elvégzett tesztek alapján a férfi alkoholt és drogot is fogyasztott, miközben vezetett, lakásában pedig 200 g marihuánát is lefoglaltak. Azon túlmenően, hogy ittasan vezetett gépjárművet, még gyakorlatilag kábítószer hatás alatt is állt, tehát kábítószer birtoklása miatt is felelősségre vonható. Emellett ugye ebben az állapotában hivatalos személy elleni erőszakot is elkövetett. A rendőr 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A férfi elismerte a tettét, most szabad lábon védekezhet, azonban halmazati büntetésként akár 10 év börtönt is kaphat. Lemondott Turi György, a Magyar Úszószövetségben betöltött szakmai alelnöki, elnökségi tagsági, valamint edzőbizottsági elnöki posztjáról. Az elmúlt hetekben Turi több korábbi tanítványa, köztük a 4-szeres olimpiai ezüstérmes és 2-szeres világbajnok Cseh László úgy nyilatkoztak a magyar sajtóban, hogy a tréner lelki terrort alkalmazott az edzéseken, és fizikailag is bántalmazta az úszókat. A szövetség elfogadta Turi György lemondását, de közölte, hogy a korábban felállított vizsgálóbizottság ettől függetlenül folytatja a munkáját. A Zala-megyei Sarudon már vágják a karácsonyfának valót. Idén megint drágul a fenyő, hiszen a termelők költségei is jelentősen emelkedtek. Magyarországon évente nagyjából 2 millió karácsonyfát vásárolnak az emberek. Nem lesz idén hiány egyik fenyőfajtából sem, ezt állítják az őstermelők. Azonban 20%-os drágulásra mindenképp számítani kell, mivel egy év alatt minden drágább lett, így ők is kénytelenek emelni. És az élőmunka is sokkal többe kerül, nehéz is keresni élőmunkást, meg hát a maga a permetszer, kaszálás, a gépek, minden 10-15-20%-ot többe kerül egész éves színvonalban.
Idén a Normand fenyőnek 7000 forint körül, az ezüstnek 5000, míg a lucnak várhatóan 3000 forintba kerül majd métere. Piacon alkudoznak, de ilyen bevásárlóközpontokra nem. Ott már megszokták, hogyha bemennek a bevásárlóközpontba, ott is mindennek ki van írva az ára. Kijön a fenyőshöz, rá van írva, hogy 12000, addig, ha csak 10000 forintja van, akkor addig keresget, még nem lát egy olyan címkét, amin csak 10000 forint van írva, és ha tetszik nekik a fa, akkor azt viszi. A vevők már nem lepődnek meg, hogy egekben a fenyő ára, hiszen lassan nincs olyan áru, ami ne drágult volna az elmúlt egy évben. Nem lepődtem meg ezen az egészen. Én megértem ezeket a termelőket, mert ők helypénzt fizetnek, és aki tudja ezeket a helyárakat, az is megérti azt, hogy legalább egy hetet kell árulni a fenyőt ahhoz, hogy elérje azt a pénzt, amit még kifizet még pluszba a helypénzért, és azért, hogy ott Budapesten létezni tud, vagy akár valamelyik nagyvárosba. A következő hetekben gőzerővel dolgoznak a favágók Zalában, mivel a legtöbb fenyő erről a területről származik. Idén is nagyjából 70000 fenyő kerül majd innen a piacra. Milliók utaznak haza az Egyesült Államok nemzeti ünnepén a november 25-i hálaadás napjára. Az évszázados hagyományokat őrző ünnepet sokan már második éve nem tudják családjukkal együtt tölteni, ám a magasabb átoltottság miatt idén nagyobb biztonságban érzik magukat a hazautazók. A járványhelyzet következtében az élelmiszerhiány is megjelent egyes államokban, ezért Los Angelesben segélyszervezetek osztanak élelmiszercsomagokat az ünnep alkalmából, hogy mindenkinek kerülhessen étel az asztalára a hálaadás napi vacsorán. Ünnepi mézes kalácsház versenyt rendeztek Svédországban, Stockholmban. Már 31 éve megszervezik ezt a rendezvényt, így is töretlen érdeklődés övezi ezt a megméretést. Az idei téma a közösség volt, amit a résztvevők sokféleképpen valósítottak meg. Noé bárkájának állatai gyülekező emberek a berlini falnál és a Central Parkban találkozó barátok is felsorakoztak illatos sütemények formájában. Azért választották ezt a témát, mert úgy érzik, hogy maga a sütés is közösségteremtő erőként hat. Híradónk után hamarosan kezdődik a Start. Krug Emiliától tudjuk meg, hogy milyen témákkal kezdünk. Szervusz, Emili, jó reggelt! Szia, Tamás! A sminkben már találkoztunk, úgyhogy azért mondom, hogy jó reggelt újra, és a nézőknek is jó reggelt. Hát, hogyha azt mondom, hogy csak az első két vendégünkkel legalább 3-4 témát fogunk érinteni, akkor jelzem, hogy milyen színes lesz ma reggel és a Start. Egyrészt fogunk arról beszélgetni, hogy az ellenzék fővárosi politikusai szerint a kormány nem kicsit blitzel, úgyhogy a tegnapi nap során vittek is egy elég súlyos 12 milliárdos pódi elismervényt a kormány részére, amit be kell fizetniük. Ugye ez a BKV közlekedés finanszírozással kapcsolatos vita a főváros és a kormány között. Erről is fogunk beszélgetni. Aztán arról is, hogy a második kerületben is szerveztek ingyenes szűréseket, és a tesztek több mint 7%-a pozitív lett, de ennél többet a második kerület polgármestere sem tud arról, hogy a kórházba kerültek között milyen az oltottak és az oltatlanok aránya, viszont továbbra is próbálnak egészségügyiseket verbuválni, mert hogy szeretnék tovább folytatni ezt a szűrést. Az is remélhetőleg kiderül majd az első beszélgetésből, hogy mikorra lehet valóság a Gellért-hegyi siklóból, mert hogy egy fontos engedélyt megkapott ez a beruházás. És azt is majd megkérdezzük az első kerület polgármesterétől, Vénaszályi Mártától, hogy a budavári lakásügynökség az egész pontosan mit akart, mert ez egy fontos ellenzéki ígéret volt, és most kezdi el majd a működését, úgyhogy csak az első 15 percben ennyi témát fogunk érinteni az első és a második kerület polgármesterével, de aztán majd jön Szél Bernadett, Póta György is, illetve majd arról is fogunk beszélgetni egy hitelszakértővel, hogy ugye itt a Black Friday, és közeledik a karácsony, és ilyenkor mindenki vásárol, és hát sokan hitelből kényszerülnek vásárolni, elmondjuk, hogy mire kell a fogyasztási hiteleknél feltétlenül figyelni. És ugye fontos ilyen tekintetben a kamatemelés is, ami most már egy folyamatos periódus az MNB döntései során, ez hogyan befolyásolja majd a kamatokat, úgyhogy ebben is nyújtunk segítséget a nézőinknek, nem sokára kezdünk, és várlak ide vissza, Tamás. Igen, már is készülök és megyek, hogy együtt kezdhessük a Startot ma reggel Emiliával, tartsak velünk egészen 8:30, de közben 7 órakor még jelentkezem majd friss híradóval. Tartsak velünk tehát egész reggel, szép napot mindenkinek!